felrobbant az influenza, a gyerekek és a fiatalok körében jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma. Patákkal üzték a telet, megtartották az első lovas farsangot és cukorkákkal kínálták a lakókat. Boldog 10. születésnapot SM Adomány volt, esélyegyenlőségi bowling versennyel ünnepelte. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Már az év harmadik hetében megfordult az aránya felső légúti megbetegedéseket okozó vírusok között, míg a tavalyi év végén és az idei esztendő első két hetében a koronavírus okozta a megbetegedéseket, addig január végére egyértelműen az A-típusú influenza miatt fordultak a legtöbben orvoshoz. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2024. negyedik hetére kiadott jelentése szerint a betegek 36.900 esetben influenza-szerű tünetekkel, még összesen 233.400 esetben akut légúti fertőzéssel fordultak orvoshoz. A laboratóriumi körülmények között vizsgált minták alapján már az A-típusú influenza okozza a legtöbb megbetegedést, jóval meghaladva a COVID-fertőzések számát. A korosztálybeli eloszlás abszolút azt mutatja, hogy a gyermekkorban, illetve a fiatal felnőttkorban leggyakoribb az influenzában szenvedőknek a száma, míg idősebb korban kevesebb beteggel számolhatunk. Nekünk gyógyszerészeknek felelősségünk abban rejlik, hogy a hozzánk betérő betegeket tüneti szerekkel lássuk el, és megkeressük azt a pontot, amikor indokoltnak látjuk orvoshoz irányítani ezeket a betegeket. Influenza-szerű megbetegedést többféle vírus okozhat. A koronavírus és influenza vírus mellett az úgynevezett RSV vírus és számos nátha vírus okoz közel azonos tüneteket. Erről már dr. Sonkoly Iván házi orvos beszélt. Mint mondta, ugyan már vannak a lakosság számára is elérhető tesztek, amelyekkel meg lehet állapítani, melyik kórokozó okozza a megbetegedést, azonban a kezelés szempontjából ennek kevésbé van jelentősége. Ugyanaz a teendő bármelyik influenza-szerű megbetegedésnél, vagyis a beteg elkülönítése, pihenés, bőfolyadékfogyasztás, a tünetekre való gyógyszereknek a használata, antibiotikumra viszonylag ritkán van szükség. Ha valamilyen szövődmény gyanúja merül föl, vagy társfertőzés gyanúja, akkor természetesen ezt kezelni kell, és mindenképp orvosi vizsgálatra van szükség. Hozzátette, a járvány közepén már nem feltétlenül érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást, ugyanakkor a szájmaszk használata, illetve a rendszeres kézfertőtlenítés segíthet a fertőzés megakadályozásában. A Körösök Völgye Naturpark Egyesület gondozásában létrejött bevásárló közösség a Köröskosár 2019-ben alakult. A kezdeményezés céljai között az egészséges táplálkozást, a környezetvédelmet, valamint a helyi gazdaság erősítését fogalmazták meg. Már gyűlnek az újabb megrendelések, helyi gazdálkodók, kézműves portékái, amit a Köröskosár vásárlói közösségtől rendelhetnek meg a vásárlók. Csontos Jánosné sajtkészítő arról beszélt, hogy kistermelőként nagy előnyt jelent a közösséghez tartozás. Egy olyan termelői közösség, akik egyébként is ott a vásárban is szoktak egymás jóba is lenni egymással, meg igazából ismertük is egymást, és a vevők is ismerik az összes termelőt szinte, meg hát ugye személyesen kijöttek ugye a Natura Parktól ugye megnézték, itt fotókat készítettek, tehát egy teljesen hiteles, és ez kell a vásárlóknak. A kezdeményezést útjára indító Körösök Völgye Naturpark Egyesület vezetője elmondta, a közösség célja, hogy erősítse a térség kistermelői és a fogyasztók közötti kapcsolatot. Nagyon sok termelővel dolgozunk, a ligeti vását is figyelembe vesszük, és azt is, hogy nem csak termelők, hanem kézművesekkel, akkor 50-60 között van azoknak a személyeknek, vállalkozóknak a száma, akikkel mi együtt dolgozunk a helyi gazdaságnak az erősítéséért. Jelenleg a Köröskosárban több mint 25 termelőnek a termékeit érhetik el a vásárlók, ugye ez online történik ez az elérhetőség. A munkaszervezet vezető kiemelte,
A körös kosár közösséghez folyamatosan csatlakozhatnak a helyi termelők. A 2020 áprilisa óta működő bevásárló közösség jelenleg több mint 600 különböző terméket kínál eladásra. A Nógrádi Tanyán szombaton kora délután érdekesebbnél érdekesebb jelmezekkel rukkaltak elő a helyiek. Átváltozott lovak, kecskék és bárányok siettek a csapat segítségére. A felvételünk idejében a Nógrádi Tanyán gyülekezett a lovas farsang közel 30 résztvevője. Volt, aki szarvakat helyezett a fejére, de olyan is akadt, akinek az arcát teljes mink fette. Sőt, még a busómaszk is előkerült. A felvonulás társszervezője szerint a közösség erősítéséért szervezik a rendezvényeiket. Közösségépítő a hatása mindenképpen van, nagyon jó, hogy összejövünk itt, ismerősök, barátok, illetve megvan ugye hirdetve ez a médiában is, közösségi médiában is. Nagyon sokan pozitív visszajelzéssel vannak ezek előtt is, meg után is, miután voltak, hogy nagyon tetszett nekik, tetszik nekik, és próbáljuk meg ezt ugye fenntartani. Az esemény főszervezője elmondta, az elmúlt években is rendszeresen szerveztek közösségépítő felvonulásokat, ám idén szervezték meg először a lovas farsangot. Számomra nagyon fontos. Én nagyon szeretem azt, hogy nem tudok úgy elmenni a lóval innen a tanyáról, hogy ne tartson velem valaki. Külön úgy kell megszervezzek egy a lóval való kettesben programot, hogy ne jöjjön más. És én nagyon örülök annak, hogy mindig van kivel menjek, és én nagyon örülök neki. Engem boldoggá tesz a társaság, boldoggá tesz az, hogy érdeklődő emberek érdeklődnek irántunk, és ez az együtt lenni jó, ez olyan jó. A megjelentek maskarás csoportot alkotva elindultak a Fényesi Tanyáktól a Lencsési úti körgátig, amelyhez bárki csatlakozhatott, ha kedvet érzett a télűzéshez. Az út során a kíváncsiskodóknak édes cukorkát osztogatott a felvonuló sereg. A látogatók számos érdekességet megtudhatnak a Kárpát-medence egykori és jelenlegi védett, illetve fokozottan védett állatfajairól a Szarvasi Körösvölgyi Állatparkban. A szakemberek rendszeresen tartanak látványetetéseket, így az érdeklődők jobban megismerhetik például az európai szürke farkas testvérpárt Kurszánt és Ajsát is. Horváth Szabolcs tudósítása következik. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság legkomolyabb bemutató helyén vagyunk. Itt egyébként, hogyha bejövünk az Annaligetbe, legalább 2 kilométer hosszú sétányon mehetünk végig. És ahogy a tőled is hallottuk, hogy a Kárpát-medencének valaha volt és most élő állatfajai közül rengeteggel meg lehet ismerkedni, ténylegesen test közelből, legalább 50 fajtával, több száz egyedükkel, és most ez a gyönyörű szürke farkaspáros itt van mellettünk, és természetesen Körömi Krisztina, aki a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark vezetője. Krisztina, egyébként mivel készültek ebben az időszakban a látogatók számára? Igen, télen sem áll meg az élet itt a Körösvölgyi Állatparkban. Minden hétvégén várjuk most ilyenkor a vendégeket, 9 órától egészen délután 4-ig lehet gyönyörű látogatásokat tenni a téli állatparkban, és a gyönyörű állatfajainkat megtekinteni. A szürke farkasok a legnépszerűbbek közé tartoznak közülük. Nagy tágas kifutójukban, ilyen test közelből, mint ahogy most mi is állunk, lehet ezt a csodálatos fokozottan védett állatfajt megfigyelni, és gyakran tartunk látványetetéseket, állatismertetőket is programjaink kapcsán. Minden hosszú hétvégén, most például húsfalatokkal készültünk részükre, meg is kínálom a szürke farkasainkat. Hasonló módon lehet részt venni ilyen látványetetéseken, ahol ez a közel 50 kilós szürke farkas kézből elfogadja a táplálékot, illetve hát az Ajsa, a szuka farkas sem sokkal kisebb, ők ketten alkotnak itt egy farkát, egy családi közösséget az állatparkunkban, és mivel kézben nevelt farkasok, ilyen szelidek, tehát nagyon jól meg lehet figyelni a viselkedésüket. Ha jól tudom, egyébként igazán ritkán látható állatfajokkal is lehet itt találkozni nálatok. Így van, nem csak szürke farkasokkal, hanem például az országban egyedülálló módon jávorszarvassal, európai bölényekkel is lehet találkozni itt a parkban, és a városunk címerállatával, a gím szarvassal is testközelből megfigyeléseket tehet bárki, aki ellátogat ide hozzánk.
Úgy gondolom egyébként, hogy akár egy egész napot el lehet tölteni itt nálatok változatos program kínálattal. Így van, az állatparki látványosságunkat a 26-6 hektáros Anna-ligetet kiegészíti még a Körösmaros Nemzeti Parknak a természeti értékeit bemutató állandó kiállításunk, amely két szinten interaktív eszközökkel várja a tudásra éhező látogatóinkat, és természeti értékeinket szeretnénk ezáltal is közelebb hozni, bemutatni a vendégek részére. Talán még azt is mondhatjuk, ugye természetesen itt folyik maga a Körös, és hát nem sokára azért majd lehet evezőt is ragadni, hogy megnyugtatjuk a vizek szerelmeseit is. Igen, az aktív turizmus szerelmesei sem maradnak program nélkül. Tavasszal, amint a holtág vize megengedi, és az üzemi vízszintet eléri, már kenuba is lehet pattanni a vállalkozó kedvűeknek, és egy csodálatosat innen az állatpark stégéről kiindulva, Szarvasváros nevezetességeit felfedezve tehetnek egy vizitúrát is akár az érdeklődő. Nagyon szépen köszönjük, tehát a természet és az állatok rajongói és szerelmesei látogassanak el mindenféleképpen ide Szarvasra, az állatparkra. Ahogyan hallottuk, egyébként fantasztikus kiállításokat is meg lehet tekinteni, és ezekkel a gyönyörűséges állatokkal itt testközelben is találkozni. Sporttal folytatjuk. A Békés megyei szklerózis multiplexes emberek közhasznú szervezete tartott ünnepséget pénteken. Az egyesület tagjai, civil partnerei, pártolói esélyegyenlőségi bowling versenyen is összemérték tudásukat Gyulán. Nyikora Péterné, a Békés megyei szklerózis multiplexes emberek közhasznú szervezetének elnöke elmondta, hogy az SM Adománybolt 10. születésnapját ünnepelték pénteken, amely örömmel tölti el őt és önkéntes társait egyaránt. Adománygyűjtéseket szervezünk folyamatosan, önkéntes pontot nyitottunk a 10 év alatt. Voltak mélységek is a szervezet életében, hiszen ugye tudjuk, amikor bezárásra került, időszakos bezárásra, akkor is próbáltunk adományokat gyűjteni, segíteni azoknak az otthon lévő SM betegeinknek, akiknek szükségük volt az önkéntes segítőkre. Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot próbáltuk jól átvészelni. Kiemelte, hogy az elmúlt 10 év alatt 350 önkéntest tudtak megmozdítani több mint 2855 önkéntes órával. Hozzátette, hogy a Harruken Sportegyesület tagjai hívták ki az SM betegeket arra a bowling párbajra, amelyet a születésnapi ünnepség részeként szerveztek meg. Alt Norbert, Gyula alpolgármestere kiemelte, hogy az SM adománybolt létrejötténél, működésénél is jelen volt Gyula város vezetősége. Az adománybolt az 10 éves évfordulóját ünnepli, aminek a létrejöttekor is ott voltunk, meg hát ugye azóta is részt veszünk mind az egyesület, mind az adománybolt életében, hol támogatóként, hol adományozóként és egyéb módon. Magában nagyon nagy dolognak tartjuk azt, hogy a mai viszonyok között, a mai sokszor elidegenedő korszellemben valaki egy ilyen közösségi teret működtet és tart fent. Közösségi tereket, hiszen itt az itt lévő bowlingpálya is egy ilyen közösségi tér. A bolt működése azért is jelentős, mert nem mindenki teheti meg, hogy drágább ruhákat vagy eszközöket vásároljon magának, tette hozzá az alpolgármester. Megszakította 3 mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatát a Békés Csabai KK a férfi kosárlabda NB1B zöld csoportjában. Vuk Pavlovics együttese a hajrában fordítva 5 ponttal nyert hazai pályán az Egri Eszterházi SC ellen. A találkozót a feketemezes vendégek kezdték jobban. Magabiztos játékkal 24-18-ra vezettek 10 perc játék után. A második negyedben már több mint 10 pontra nőtt a vendégek előnye. A félidő végére ugyan feljavult a csabai együttes támadójátéka, de 20 perc játék után is az egriek álltak jobban, a nagy szünetben 42-37 volt az állás. A harmadik negyedben a házigazda pontosabban játszott, és Varga Zalán kosarainak köszönhetően fordítani tudott. Az Eszterházi azonban nem esett össze, és egy 8-0-ás sorozattal előnybe került a záró 10 perc előtt. A negyedik negyedben is sokáig a vendégek irányítottak, azonban a hajrára feljavult a csabai védekezés, Varga Ákos vezérletével pedig az egyenlítés is összejött 3 perccel a vége előtt.
A találkozó végén már csak a hazai gárda szerzett pontot, és Balogh Gábor triplájának is köszönhetően végül 75-70-re győzött. Szívvel lélekkel játszottunk a pályán, szép, nagyon gyönyörű csapatmunka volt, voltak hibák, sajnos minden meccsen vannak, de azon küzdünk, hogy kijavítsuk. Teljes csapatmunka, teljes szív, leraktuk a pályára. Vuk Pavlovics együttese 3 vereséget követően tudott ismét nyerni, és megőrizte esélyét a legjobb 8 közé jutásra. Nagyon örülök, hogy nyertünk. Az utóbbi mérkőzéseken sajnos vagy kevés különbséggel, vagy nagy különbséggel kikaptunk, mondhatni gödörbe voltunk. Ez bízom benne, egy nagy löketet fog adni a csapatnak. Dolgozunk tovább, és szeretném minél több meccset megnyerni, továbbra is a rájátszás a cél. Szóval egy jó sorozattal ez még abszolút elérhető. Szóval köszönjük a szurkolóinknak a bíztatás, óriási volt a hangulat, főleg a mérkőzés végén. Szóval ez nekik szól, ez a győzelem. A 11. helyen álló Békés Csaba szerdán a 7. pozíciót elfoglaló Nagykőrös otthonában lép pályára. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!